gonna take Cracker Jack timing, Wang. Total concentration. You ready, Jack? I was born ready. Üdvözlök mindenkit a mai videóban! Ma nem másról, mint az egyik legbadassabb karakterről lesz szó a filmtörténelemben, Jack Burtonről, akit a Sideshow kiadásában fogok megmutatni nektek. Először is nézzük meg a dobozt. Hát szerintem ez az egyik legkirályabb doboz, amit valaha láttam. Színes, tök jól eladja magát, rohadt jól mutat már magában is a polcon szerintem. Így néz ki elő, és ez a hátulja, itt egy ilyen, nem is tudom, Guardiannak nevezik, azt hiszem ezeket, őrzőknek nevezik ezeket a lényeket, amik ugye a filmben vannak. Magát a filmet, ha valaki nem ismerné, bár szemhiszem, hogy sok olyan ember van, aki nem ismerné, egy 1986-os fantasy akciófilmről beszélünk, amit John Carpenter rendezett. Na de akkor lássuk is, hogy mi van a dobozban. Kinyitjuk a dobozt, akkor ezt kapjuk, ott van maga Jack Burton és néhány fegyver körülötte. Szerintem a többi kiegészítő meg a figura mögött lesz, úgyhogy gyorsan ki is szedem a dobozból. Ha mindentől megszabadítottuk a figurát, akkor ezt kapjuk. Ugye itt van Jack, kettő extra kéz ezen az oldalon, egy kés és a gépfegyver. Ezen az oldalon pedig a talapzat a film logójával, még kettő darab kéz és a Guardian fej, amit még így eltakar egy kis szivacs, de mindjárt kiszabadítom. És itt van a kis tartója ennek a fejnek, amivel oda tudjuk őt is rögzíteni a talapzathoz. Hát így néz ki Jack, hogyha kiszedjük a dobozból, ugye a karaktert Kurt Russell alakította, és hát azt hiszem eléggé felismerhető a figurán is. A ruha vékony farmeranyagból, szövetből, és a csizmája pedig műbőrből van, úgyhogy kinézete és tapintása is nagyon-nagyon király a figura. Na, de akkor nézzük a kiegészítőket, amiket kapunk hozzá. Itt van a figura talapzata, nem tudom mennyire fog látszani a filmnek a logója, de nagyon szépen meg van csinálva. Itt van még ugye kettő darab kéz, és akkor kivesszük ezt a Guardiant, ezt az őrzőt, aki úgy szintén valami piszkosul jól ki van dolgozva szerintem. Meg fogom majd mutatni közelebbről, előről, hátulról, így néz ki. Őt ugye majd mellé lehet, a figura mellé lehet tenni, egy ilyen kis pálcára kell rászúrni, és akkor mindjárt össze is állítom magát a figurát, hogy hogy néz ki. Így néz ki Jack Burton az én összeállításomban, beletettem a kezébe a gépfegyvert és a kést is. Lehet még rátenni, az alap két kézen kívül van még kettő kéz, ami ökölbe van szorítva, hogyha esetleg ilyen bunyózós pózba szeretnénk beállítani. Amit hiányolok, hogy ha jól emlékszem, ugye a filmben a csizmájába tartotta a kését, és talán volt valami késtartó is a csizmáján, de javítsatok ki, ha tévedek, de az frankó lenne, hogyha mondjuk oda is be lehetne. Bár ideig bele lehet csúsztatni a csizmájába a kést, de szerintem valami tartóval frankomban néz neki, de a figura így is gyönyörű. Majd néhány közelit is csinálok róla, hogy jobban meg tudjátok nézni. Ajánlom mindenkinek, aki szereti a Nagy Zűr Kis Kínában című filmet, vagy hát éppen Kurt Russell vagy John Carpenter munkásságát, ez a figura valami nagyon királyul néz ki. Hát ennyi lett volna már ez a rövid kis figura bemutató, remélem tetszett, nem sokára ismét találkozunk, addig is, sziasztok! I count to three, I open that door, we move out. Everybody got that? Ready? Follow the leader. One, two, three. We may be trapped.